Kedves gyülekezet, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Amint a hirdetésből hallottuk is, az úrvacsora istentiszteletünk 2 héttel később lesz, és emiatt a mai alkalommal egy úrvacsorára előkészítő ige hirdetésről szeretnék szólni. Egy evangéliumi történetet szeretnék ennek jegyében elolvasni. Keressük együttesen, és lapozzunk Márk evangéliumának a 4. fejezetéhez, és Márk evangélium a 4. fejezetéből a 35. verstől a 41. terjedő igeszakaszt olvassuk el együtt. Tehát Márk evangéliumából a 4. fejezetből a 35. verstől a 41. terjedő igéket olvasom. Azután mondta nékik azon a napon, amikor este lett: menjünk át a túlsó partra. Elbocsájtotta azért a sokaságot, elvitték őt úgy, amint a hajóban volt, de más hajók is voltak vele. Akkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok pedig becsaptak a hajóba annyira, hogy már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aludt. És fölkeltették őt, és mondták néki: mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek: hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lett nagy csendesség. És mondta nékik: miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? És megfélemlettek nagy félelemmel, és ezt mondják egymásnak: kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek nékik. Kedves gyülekezet, úgy gondolom, hogy ez az evangéliumi történet nagyon sokat mond, sok tanulságot tartalmaz. Azonban most csak az evangéliumi történetnek egy részét szeretném, hogyha közösen megvizsgálnánk. Ahogy említettem is, eredeti programunk szerint úrvacsora alkalmunk ma elmaradt, 2 hét múlva lesz. Az úrvacsora akkor éri el a célját, ha a lelkünk lecsendesül, és Istennel igazi szeretett közösségben, békességbe kerülünk. De nem csak Istennel, hanem egymással is. Az úrvacsora által, Jézus által alapított úrvacsora az Isten és a bűnös ember, valamint ember és ember közötti szakadéknak az átidalására szolgál. Az úrvacsora egy olyan esemény, ami megpecsételi azt, amikor ember és ember, vagy Isten és ember között valami szakadék támadt. És egyben az úrvacsora a krisztusi jellem kiformálódásának a jelképes eszköze is. Szeretném, ha a mai úrvacsorára való felkészülési alkalmunk a lelkünkben való felkészülésnek az eszköze lenne. Olvastunk egy evangéliumi történetet. Olyan történet ez, amit a gyermekek is jól ismernek. Jézus egész nap tanított, és az egész napi tanítás után elfáradva adta ki a parancsot, hogy menjünk át a túlsó partra, és időközben nagy vihar támadt a tengeren. Kérdezhetné valaki, ha Jézus ott van, akkor hogy olyan vihar támadt, hogy a hajósok, a tanítványok, a tapasztalt hajósok sem tudtak mit kezdeni ezzel a viharral. A hajó már-már megtelt, elsüllyedés veszélyeztette őket, és a tanítványok akkor Jézushoz mentek, hogy mester, hát nem törődsz vele, hogy elveszünk, te itt nyugodtan alszol, és mi pedig itt küzdünk. És Jézus egy pillanat alatt lecsendesítette a vihart. Isten így tud minden vihart lecsendesíteni. Testvéreim, a bűnnek eladott természetünk következtében sokszor akaratunk ellenére olyanná válhatunk, mint egy hullámzó, viharzó tenger.
olyan könnyen előfordul az emberi életben, a mindennapokban, egy munkahelyen, egy családi közegben, netán egy közösségben is, hogy felzaklatódunk, és eljutunk arra az elhatározásra, hogy kihagyunk egy úrvacsorát, vagy netán több úrvacsorát is kihagyunk. Ahogyan Jézus és a tanítványi viharba kerültek, akaratuk ellenére, mi is így kerülhetünk felzaklatódott állapotban. Miért kerültek viharba? Az imént tettem fel a kérdést. Jézus előzőleg tanított, nagyon sok hallgatója volt, és ha elolvassuk Márk evangéliumának az 5. fejezetét, azt láthatjuk, hogy az 5. fejezetben leírva találjuk, amikor Jézus átment a túlsó parton egy olyan emberhez, akit az ördög megszállva tartott. Olyan ember volt a gadarénusok földjén, egy megszállott ember, aki önmagával szemben is nem volt biztonságban, de másokat is veszélyeztetett. És Jézus átment, hogy ezt az ember meggyógyítsa. És Sátánnak ez nem tetszett. Sátánnak nem tetszik, ha Isten ügye halad előre. És akkor támaszt vihart, amikor ilyen körülmény van. És ahogy említettem is, a tapasztalt hajós tanítványoknak, akik halászemberek lévén tapasztalt hajósok voltak, minden erőfeszítés hiába tűnt, küzdöttek, és a küzdelem hevében valamit nem vettek észre. Vajon mi volt az, ami nem jutott eszükbe a küzdelem hevében? Hogy Jézus ott van velük. Mindent megtettek azért, hogy a hajót békésen átvigyék a másik partra, hogy ne süllyedjen el az ő hajójuk, hogy mindent megtettek azért, hogy a hajójukkal távolra kerüljenek a vihartól, de minél inkább igyekeztek, minden emberi igyekezetük annál nagyobb vihart kavart. Úgy gondolom, hogy ezek a tanítványok szerették Jézust. Látták Jézusnak a csodatételeit, látták, hogy Jézus milyen hatalmas dolgokat tudott eddig is tenni, hiszen nem sokkal ezelőtt szemtanúi voltak, amikor 4000 embert megvendégelt, és mégis elfeledkeztek arról, hogy Jézus a hajóban van, sőt, még szinte felháborodva kérdezték Jézustól, amikor később lementek hozzá, hogy Mester, hát mi itt küzdünk, és te nem törődsz azzal, hogy mi elveszünk? Miért nem segítesz? És testvéreim, sokszor mi is vagyunk így, amikor viharba kerülünk, amikor bizonyos emberi kapcsolataink kritikussá válnak, a szabadulás csak egy szabadító által lehetséges. És nehéz ez a szabadulás. A történet szerint Jézus hogyan csendesítette el a vihart? Megdorgálta a szelet, olvastuk, és szólt, hallgass, némulj el. És mi következett? Lett nagy csendesség. Az úrvacsora szent cselekménye jelképei a kapcsolatok helyreállítását pecsételi meg. Amit átélt Jákob a Jabbok partján, ez a tapasztalat úrvacsora alkalmával is megvalósulhat. Láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Isten erre akar bennünket felkészíteni. Fel akar készíteni, hogy találkozzunk vele színről színre, és megszabaduljon a mi lelkünk minden olyan dologtól, ami elválaszt bennünket Istentől, ami elválaszt bennünket egymástól. Sajnos tapasztalatból tudjuk, hogy az önigazolás, a magunk igazának a bizonygatása
szinte átjár mindannyiunkat. Mennyire tiltakozunk, amikor viharzik a lelkünk, ha Isten megalázó körülményeket enged át bennünket azért, hogy szembesítsen önmagával, illetve önmagunkkal. Amikor Isten bizonyos megalázó körülményeket enged meg a mi életünkbe, hogy önmagunkkal szembesítsen, mi hogyan fogadjuk ezt a leckét? Elismerjük, hogy berekedtünk bűneink gödrébe minden menekülési út és minden remény nélkül. Magunktól, ha Jézus nincs velünk, ha nem Jézus a mi szívünk királya, ha nem kerültünk Jézussal közvetlen személyes kapcsolatban, annyira berekedünk a bűneink gödrébe, hogy csak háborgásra, dohogásra vagyunk képesek, és a belső emberünk pedig tiltakozik az önmagunkkal való szembenézés ellen. Azonban ennek az abnormális állapotnak a felismeréséből nem fakad automatikusan, hogy Krisztushoz megyünk. Amikor szembesülünk bűneink valamilyen következményével, tapasztalatú természetünkből fakad a körülményekre való hivatkozás. Sok esetben még időt is kérünk arra, hogy mi jóvá szeretnénk tenni. Szeretnénk jóvá tenni, és jönnek a fogadalmak. És nagyon fontos elgondolkodni azon, amit Ellen Gould a Nagyorvos lábnyomában című könyvnek az utolsó előtti fejezetében fogalmaz meg, kapcsolataink fejezetben, amikor azt írja, hogy értsük meg, mindannyian, amíg ezen a földön élünk, mi bosszúságoknak vagyunk kitéve. Bosszúságok teszik próbára mi idegeinket, de ha Krisztus bennünk lakik, akkor türelmesek és elnézőek tudunk lenni. Türelmesek és elnézőek tudunk lenni, még akkor is, ha Sátán ingerel bennünket. Így fogalmazza meg a Krisztus vezető lépések című könyvben, a Krisztusban való élet a lelki nyugalom élete. Nem mindig az elragadtatás érzületével teli élet, de állandóan békés és bizalommal telített élet. Reménységetek nem önmagatokban, hanem Krisztusban van. Gyengeségetek kiegészíti az ő ereje, tudatlanságotokat az ő tökéletessége. Milyen szép gondolatok, ilyen bátorító gondolatok, amikor azt mondja, hogy reménységetek nem önmagatokban van. És ezt a célt szolgálja az úrvacsora, hogy megértsük és megtapasztaljuk azt, hogy a Krisztusban való élet a lelki nyugalomnak az élete. Krisztus ma is segíteni akar. Krisztus ma is tud parancsolni a viharnak. Nem csak a nagy tengeren dúló viharnak, nem csak a víznek tud parancsolni, hanem Isten tud parancsolni a mi belső emberünknek, a mi lelkünknek is. A benne való elrejtettség által csendesedik le a mi lelkünk vihara. És az előttünk felő időszakot használjuk erre. Minden nap keressük Krisztus közelségét. A tanítványok, amikor már úgy érezték, hogy már elvesznek, amikor úgy érezték, hogy már nincs megoldás, mert a hajó már megtelt vízzel, akkor mentek Jézushoz. Akkor költötték fel Jézus, hogy Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? A Mester törődik velünk. Ő látja mi küzdelmeinket, amikor küzdünk önmagunkkal, amikor küzdünk a mi körülményeinkkel. Malakiás próféta könyvét tanulmányoztuk most a szombatiskolában, és valahogy az a gondolat kimaradt a szombatiskolánkból, amit így fogalmaz meg Malakiás próféta könyvének a 4. fejezetében,
hogy az, amikor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig hallgatott, figyelt, és egy emlékkönyv íraték. Amikor mi úgy látjuk, hogy az Úr hallgat, amikor úgy látjuk, hogy az Úr nem cselekszik, akkor mire vagyunk hajlamosak? Majd akkor mi cselekszünk. Ha az Úr most hallgat és nem cselekszik, akkor nekünk ezt meg kell oldani. Nekünk helyre kell tenni, nekünk le kell csendesíteni a vihart, vagy nekünk ki kell szabadulni ebből a viharból. És ilyenkor jönnek az emberek, jönnek az emberi intézkedések, emberi erőfeszítések, és a vihar nem csendesedik, a vihar csak nagyobb lesz. Volt nekem is egy néhány ilyen tapasztalatot el tudnék mondani, amikor én is így gondoltam egy-egy gyülekezet életében. Itt most valamit tenni kell, menni kell, össze kell hívni a testvéreket, beszélgetni, és majd csak kicsit elcsendesedik a vihar. És a beszélgetések nem, hogy elcsendesítették a vihart, hanem nagyobbá tették. De ha Istennel beszélgetünk, akkor igen. Akkor az Isten cselekszik. Addig az Úr hallgat és figyel, egy emlékkönyv íraték, nem csak arról, amikor tanakodunk, amikor az Úrra helyezzük a mi terheinket, hanem az emlékkönyvben feljegyzik azokat is, amikor mi nem tudjuk a mi terheinket az Úrra tenni. A Jóisten erre vágyik, erre kér bennünket, és higgyük el, hogy az Istenre bízzuk a mi terheinket, akkor az Isten cselekszik, és olyan megoldásokat hoz, amit mi nem is gondolunk. Isten azt szeretné, hogy ha most 2 hét múlva összejövünk úrvacsorai alkalomra, amikor az úrvacsorához tartozó szent lábmosásban részt veszünk, akkor egymásnak nem csak a lábát mosnánk meg, hanem lelkünkben is megmosnánk egymást. És ezt úgy tudjuk, hogy ha lelkünkből minden, de minden félelem, minden hitetlenség eltűnik. A tanítványok, amikor a viharos tengeren voltak, féltek, küzdöttek a viharral, és mi lett az eredménye? A vihar csak fokozódott. Féltek, és félelemből tettek szemrehányást Jézusnak, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És Jézus, amikor felkelt, csak annyit mondott, hogy hallgass, némulj el. Nekünk is ezt akarja tenni, hogy hallgassunk, és ha hallgatunk, akkor Isten is cselekedni fog. János apostol az ő első levelének a 4. fejezetében fogalmazza meg a 18. versben. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, és aki fél, nem lett teljessé a szeretetben. Testvéreim, mire kér most a Jóisten bennünket ez ige által is? Hogy ne féljünk egymástól. Ne féljünk egymással beszélgetni, de félelemre se adjunk okot. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. És akkor következik be az a bátorító ígéret, amit János evangélium első fejezetében olvashatunk. Ha valakik pedig befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Isten hatalommal akar bennünket felruházni. Az őtőle jövő hatalommal. És ha így fogadjuk be Krisztust, hogy Isten fiaivá váljunk, akkor Krisztus befogadása mellett egymást is tökéletesen befogadjuk, lelkünk viharai lecsendesednek, és akkor minden más lesz a mi életünkben. Krisztus most bercsünk ajtaja előtt várakozik. Szeretné minden bűnünket a feledés tengerébe vetni. Isten szeretne mi bűneinket úgy a feledés tengerébe vetni,
hogy megtalálhatatlan legyen. És Isten arra vár, hogy én is akarjam. Akarjam a nagybetűvel írt énnek a porba hullását. És ezért szükséges, hogy mi ezeken elgondolkozzunk. Még valamit. Mégis olyan elgondolkodtató ennek a történetnek a kapcsán, hogy olyan sokszor tapasztalható sorainkban, hogy hitvitákat kezdünk folytatni egymással, bizonyos eszmei kérdésekről, amik fontosak lehetnek, és mégis elmegyünk egymás mellett. Nem történt már ez meg? Állítjuk a idézőjelben magunk igazát, vagy amit mi igaznak vélünk, a másik testvérünk, vagy a másik ember, esetleg munkahelyen munkatársunk nem érti, hogy mit akarunk mondani. És csodálkozunk, hogy nem lehet ezt megérteni, mikor ez olyan egyszerű dolog. Azért, mert igazából valahol nem tudunk egymásra hangolódni. És Krisztusban, Krisztus által egymásra hangolódhatunk. Ahol Isten jelen van, ott nincs vitatkozás. Bár döntéseket nekünk kell naponta meghozni, de ne isteni megerősítés nélkül tegyük. Ellen White tanácsa nagyon elgondolkodtató, szint most szeretném elolvasni azt az idézetet, amiből csak néhány gondolatot az előbb saját szavaimmal idéztem. Így írja Nagyorvos lábnyomában című könyv. Ameddig ezen a földön élünk, áldatlan hatásoknak vagyunk kitéve. Bosszúságuk teszik próbára idegeinket. De ha jó lelkülettel viseljük el őket, jellemünkben keresztény vonások fejlődnek ki. Ha Krisztus bennünk lakik, türelmesek, kedvesek és elnézőek leszünk, vidámak még a bosszantások és ingerlések között is. És miközben napról napra és évről évre énünket legyőzzük, nemes lelkű hősökké formálódunk. Ezt kaptuk feladatként. De Jézus segítsége, kitartó igyekezet, rendíthetetlen elhatározás, folytonos éberség és szüntelen imádkozás nélkül ezt nem lehet megvalósítani. Mindenkinek meg kell vívnia a maga egyéni harcát. Közreműködésünk nélkül Isten sem tudja jellemünket nemessé és életünket hasznossá tenni. Akik kitérnek e harc elől, nem érzik a győzelem ízét és örömét sem. Hát ez nagyon elgondolkodható gondolatokat tartalmaz. Azt gondolom, hogy mindannyian igaznak tartjuk, amit megfogalmazott a könyv szerzője, hogy bosszúságok teszik próbára idegeinket. Tényleg nagyon sok bosszúsággal találkozunk. Mindennapi életben, munkahelyünken, különböző körülmények között. De ha jó lelkülettel viseljük, akkor rajzolódnak ki bennünk keresztény jellemvonások. És Krisztus ezt szeretné. Erre akar bennünket felkészíteni, hiszen az úrvacsora a jellemfejlődésnek, a Krisztusban való tökéletességre jutásnak, a megszentelődésnek a jelképes cselekedete. Krisztus vár ránk. Ma vár ránk, kopogtat, és Krisztus nem fordított hátat nekünk, nem ment el, a kegyelem ajtaja nyitva van. Testvéreim, Isten emlékeztet bennünket arra, hogy van nekünk közben járunk az Atyánál, aki kiáll érettünk a mennyben, aki közben jár és könyörög, végze főpapi szolgálatát. Legyen bármilyen is a múltad. Bármilyen messze is eltértél az életed vonatkozó szent isteni tervtől, az Úr akkor is elfogad. Az Úr akkor is magáévá akar tenni téged, és az Úr akkor is fel akar készíteni az ő országának gyermekeként. Higgyük el, hogy az ő fiai és az ő lányai vagyunk. A mi gyengeségeinkkel, a mi kudarcainkkal, emberi erőtlenségeinkkel, akkor is az ő fiai és lányai vagyunk.
Ezért mit kell tennünk? Fordulj hozzá, és minden gondodat tedd le az ő lábai elé. És ha hozzáfordulsz, ha minden terhedet leteszed az ő lábai elé, akkor ő ezt átveszi, és ő igazi nyugalmat ad. Mit tett Jákob, amikor hatalmas küzdelemben volt a Jabbok partján? Úgy érezte, hogy nincs megoldás. Jön az ő testvére, Ézsau, reggel itt lesz, és leszámol az ő családjával. Jákob egész éjjel küzdött az angyallal. És amikor az angyal megérintette az ő csípőjének forgócsontját, ismerjük a történetet, akkor mi következett ezután? Jákob megértette, hogy itt isteni segítségre van szükség. És jött az isteni segítség. Már akkor jött az isteni segítség, amikor még Jákob nem is tudott róla. Már akkor megintette Ézsaut, amikor még Jákob küzdött az angyallal. És az ő tapasztalatát hogyan összegezte? Idéztem. Láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. A tanítványok is. Amikor küzdöttek a viharral, mit tudtak tenni? Még az ő szerető mesterüknek is szemrehányást tettek. Mester, mi küzdünk, és te nem törődsz vele, hogy elveszünk? Magunktól erre vagyunk képesek. De Krisztus hogyan cselekedett? Hallgass, némulj el, és jött az igazi segítség. Testvéreim, vegyük észre, hogy Sátán minden egyes ember számára, de különösképpen a hívő keresztények számára, és főleg azok számára, akik várják Krisztus visszajövetelét, és akiknek az a feladatuk, hogy hirdessék az egész világnak, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, azok között akar olyan akadályokat hozni, olyan tenger háborgásához hasonló akadályokat gördíteni, ami miatt szükséges, hogy Jézushoz menjünk. Mert Jézus nélkül csak kudarc és kudarc a mi életünk. Milyen áthidatlan tűnő szakadékot akar hozni Sátán közénk? Mit akar Isten gyermekei soráiba hozni? Mi az a Jordán, amin nekünk át kell kelni? Vagy az a Veres-tenger, amin át kell kelni? Nincs más lehetőség, mint átkelni, de nem tudunk átkelni, mert a Jordán megárad, háborog, ahogy a Józsué esetében, de Mózes esetében a Veres-tengernél is. Testvéreim, az egyik legnagyobb akadályunk, hogy Isten nem tud segíteni, mert nem fordulunk hozzá, hogy az élet gondjaival le vagyunk terhelve. Melyikünk meri azt mondani, hogy én az élet gondjaival nem vagyok leterhelve? Én minden terhemet az Istenre víztem. Én szeretném ezt mondani. Szeretném én is, hogyha ki tudnám mondani, hogy igen, én minden egyes terhemet letettem az Isten elé. De mégis, ezt elfben elmondom, és amikor olyan körülmények jönnek, olyan eseményekkel találkozom, akkor valami megmozdul a gyomromban, és akkor elindul valami, és olyan könnyen olyan szavakat mondok, vagy olyan érzéseknek adok helyet az én lelkemben, ami már is elválasztott Krisztustól. Isten azt szeretné, hogy ne legyünk az élet gondjaival leterhelve. De ezen kívül Sátán olyan látásmódbeli különbségeket is csempészett közénk sorainkba, ezt ki kell mondani, hogy ezekkel legyünk elfoglalva, és az evangélium emberekhez való eljuttatása pedig a háttérbe szoruljon. És még Istennek is könnyen mi is szemrehányást teszünk a tanítványokhoz hasonlóan. Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk.
Sátán az Isten népe közé is egy tűzcsóvát dobott. Olyan tűzcsóvát dobott, ami már évek óta szinte megoldhatatlannak tűnik. Egyház, egyesület, és sorolhatnánk a példákat. De Jézus itt is tanácsot ad. Segítsünk egymásnak. Először keressük egymást. Keressük egymás kezét. Simogassuk meg egymást. Hiszen Jézus a főpap imádságában azt kérte az ő gyermekei számára, hogy mindnyájan egyek legyetek, atyám, amik én egy vagyok veled, és te egy vagy én velem. Jézus minden emberi kapcsolatra vonatkoztatja ezt a kérdést. A közösség fontosságát is hangsúlyozza. Milyen óriási kísértés a mi számunkra, hogy küzdünk, elkülség nevében is küzdünk, és nem vesszük észre, hogy közben Sátán pedig egymás ellen fordított. Péter az utolsó vacsora idején, amikor Jézust vacsora után, amikor Jézust elfogták, hogy küzdött Jézusért? Kardot is rántott, levágta a főpap szolgájának a fülét. De mégis lelkében távol volt abban a pillanatban Krisztustól. Krisztus meggyógyította a főpap szolgáját, és Pétert is rendre utasította. Talán lehet, hogy sokszor bennünket is rendre kell, hogy utasítson, még akkor is, ha ő érte küzdünk. Mindannyian értékeljük és becsüljük, mint hitbeli elődeinket, a nagy protestánsokat, a 16. században a hívő embereket, Luther Mártont és más nagy reformátorokat, és megfogalmazzuk, hogy ők a mi hitbeli elődeink, és így is van. És amikor hitbeli elődök után mit következett be? Azon emberek között, akik eszmeileg elfogadták Luther Márton, Calvin és ezeknek a igazán hívő embereknek a Bibliával kapcsolatos gondolatait. Jött a protestáns ortodoxia. Egymással hitvitákat folytattak. Testvéreim, a Sátán megkísérthet bennünket, hogy mi is ilyen protestáns ortodox hitvitákat folytassunk. És a hitviták közben pedig nagyon könnyen elveszítjük Krisztust. Azt természetesnek vesszük, hogy az embereket felkészítetlenül és meglepetésként érje történelem. De bennünket is. Szeretnék néhány gondolatot idézni a végéhez közeledve a Korszakok nyomában című könyvből. Ha az egyház tagjai elfogadták volna azt az intést, amit Isten ebben az üzenetben küldött, az 1880-as üzenetben, akkor elhagyták volna azokat a bűnöket, amelyek elszakították őket Istentől. Ha azok, akik magukat Isten népének vallják, elfogadnák az igéből rájuk sugárzó világosságot, eljutnának arra az egységre, amelyért Krisztus imádkozott, a lélek egységére, a békesség kötelékével, ahogyan az apostol is mondja. Testvéreim, Krisztust azt szeretné, hogy ő vele is, és egymással is olyan közösségben éljünk, mint amikor az első pünkösd alkalmával az apostolok között volt. Mi előzte meg a Szentlélek kiáradását? Elrendeztek egymással minden nézeteltérést. És el tudtak rendezni minden nézeteltérést. A felházban imádkoztak, imádság közben elrendezték a nézeteltéréseket, és akkor az apostolok cselekedetének a második fejezete leírja, hogy mint sebesen zúgó szélnek zendülése, a Szentlélek kiárat rájuk. Nem ezt várjuk az utolsó napokban és a mi napjainkban is, hogy a késő eső formájában a Szentlélek így kiáradjon ránk. Nem ezért szoktunk imádkozni, kérjük az Úrtól, hogy árassza ki ránk az ő lelkének áldását.
De minek kell előtte meg előzze? Ismerjük a Jóeli felhívást. Sírjanak a papok, sírjanak az Isten gyermekei, a gyülekezet vénei. És ha Istenhez így könyörgünk, akkor bizony szóba tudunk állni egymással, egymás gondolataival. Egymásban nem ellenséget látunk, hanem egymásban olyan testvért látunk, aki hasonlóan gondolkodik hozzánk. Ellen White így fogalmazza meg ugyanabban a fejezetben, a kapcsolatunk fejezetben, aki a széthúzás és a viszály magvait hinti, saját lelkében aratja halálos gyümölcseit. Isten, bocsánat, ezt kihagytam valamit. A másokban rosszat kereső ember puszta keresgélésével gonoszságot alakít ki magában. Mások hibáinak firtatásával mi is az ő hasonlatosságára formálódunk. De ha Jézust szemléljük, ezt szerettem volna olvasni, ha szeretetéről, jellemének, tökéletességéről beszélünk, akkor az ő hasonlatosságára alakulhatunk át. Az általa példázott magasztos eszményképről gondolkodva, tiszta és szent légkörbe, Isten közelébe kerülünk. És ha ott is maradunk, világosság árad belőlünk, amely fényt hint mindazokra, akikkel érintkezünk. Isten ezt szeretné. Isten azt szeretné, hogy bennünk is, ha volt, vagy netán, ha még van, akkor lecsendesítse a vihart. Jézus hogyan csendesítette le a háborgó tengert, hogyan olvastuk? Hallgass, némulj el, és elállt a szél, és lett nagy csendesség. És utána mit ma kérdezett a tanítmányoktól? Hogyan van az, hogy nincsen hitetek? Testvéreim, ha Jézus most itt volna, és kérdést tenne fel, ezt nekünk nem tehetné fel? Hogyan van az, hogy nincsen hitetek? Hogyan van az, hogy nem tudjátok terheiteket ránk bízni? A lelkünk lecsendesítésére, az úrvacsorára való igazi felkészülésre nekünk is ő rá van szükségünk. Ő ad belátást, amiben belátásra kell jutnunk. Ő ad késztetést az elrendezni való dolgokra. És ha Isten késztet, akkor hogyan rendezzük el a mi dolgainkat? Általában hogyan szoktuk elrendezni? Nem úgy mondom ezt, mint akit nem szokott ez megkísérteni, nagyon sokszor megkísért. Amikor bocsánatot kell kérnem, elmegyek ahhoz, akit bocsánatot kell kérnem, és elmondom néhány keresetlen szóval. És mi következik utána? Az a helyes, ha utána nem következik semmi. De olyan nagy a kísértés, hogy utána ne fejezzük be itt, hogy amikor elmondtam a problémámat, hanem utána, hogy de, és akkor jön mérhetetlen sok érvelés. Isten azt szeretné, hogy a de szócskát felejtsük el. Olyan jó volna, ki tudnánk törölni ezt a de szócskát, ami szótárunkból, szókincsénkből. És akkor, ha Istentől jön a bűnbánat, ha ő készít fel az úrvacsorára, akkor mi nem vagyunk, el tudunk mindent fogadni. Szeretnék csak utalni egy bibliai történetre. Ismerjük jól Dávid királynak az élettörténetét. Most nem a Betsabéval való problémára szeretnék utalni, mert azt ismerjük, hiszen ez egy klasszikus történet Dávid esetében. Hogy ez a bűnbánat, őszinte bűnbánat volt, csak egy másik esetre szeretnék utalni. Amikor Dávid király az ő hadseregének a fővezérében, Joábbal megy az úton, és Sémei pedig kiabál Dávidra. Hangosan szidalmazza őt. Saul háza gyilkosának nevezi őt. És ez Joábban milyen érzéseket kelt, milyen szavakat szól Dávidhoz.
Uram, akarod-e, hogy elhallgattassam ezt az ebet? Uram, én azonnal elhallgattatom ezt, én azonnal igazságot szolgáltatok. És Dávid mit mondott neki? Letett. Az Úr engedte meg neki. Testvéreim, ha igazságtalanság ér bennünket, de talán az Isten népi gyülekezetét is, tudjuk az Úrra bízni. Hagyd az Úrra, és akkor a közösség, az Istennek való Istennel való közösségünk, az én közösségem helyreáll, és az Isten úgy fogja megoldani azt a problémát, amit én akartam megoldani, amint a tanítványok is maguk akarták a hajót a partra vezetni, hogy Isten szól, és ha Isten szól, akkor az tökéletes megoldás, és akkor a tökéletes helyreállítás. Kívánom, hogy az Isten segítsen bennünket, hogy ő kerüljön a mi életünk központjába. Ő kerüljön a mi központunkba, és akkor a legközelebbi alkalom 2 hét múlva, amikor Balogh Gábor testvér jön, az az úrvacsori alkalom valóban olyan alkalom lesz, amikor örömmel énekelhetjük az Isten dicsőíti éneket, hogy az Úr megszabadított bennünket minden tehertől, minden bűntől, levette rólunk a mi bűneinknek a terhét. Amen.